bele a kártyákba, mit üzennek nektek. Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek nektek a kártyák. Mit kellett tudjatok? Azt, hogy kiesnek ezek a nagy kártyák. Ajjajajajaj. Na nézzük még, mit nézzünk. Ó, hűséges. A hűségeset kilátjátok, ezért tényleg, hogy ki leszel. Most hitted volna, hogy hű ez a férfi hozzá? Hát szerintem igen, mert hogyha nem úgy lett volna, akkor már nem kapaszkodtál volna ebbe a történetbe, ebbe a sztoriba. Úgy gondolom, és most kirakjuk kör körül, hogy mit is mondanak ezek a kártyák. Ez olyan szépek ezek a kártyák. Ilyen lilák, és nekem ezek nagyon bejönnek, nagyon tetszenek. Na nézzük csak meg, hát az jött két valójában szívecske. Mint ahogy látod, a szívecske erőt kell, hogy vegyetek magatokon, úgy gondolom. És én úgy gondolom tényleg, hogy itt a kígyó játszik egy szerepet, és azt is látom, hogy igen, azt is látom itten valójában, hogy játszik egy szerepet, hogy gyors változások fognak lenni, és azt is látom, hát ez az elégedettség játszik itt egy szerepet, szóval, hogy teljesen elégedettek kell, hogy legyetek, és azt is látom itt, az is játszik szerepet, hogy hát fel tudtok valamit építeni, úgy gondolom, és meg tudjátok találni a kulcsot, a megoldást erre a helyzetre, mert itt valaki nagyon vágyik irántad, és úgy látom, hogy bizonytalanság van itten még, és ez tényleg veszélyben van, és én úgy látom, hogy hát, valaki küzd itt maga ellen, itt van valaki küzd itt maga ellen, hát szerintem ez a te szívherceged, és kellene tényleg egy irányváltoztatás egy új irányba, hogy ez létre tudjon jönni közöttetek, és én úgy látom, hát igen, úgy látom ezt, hogy itt fel lehet valamit építeni, úgy gondolom, itt a siker, és azt is látom, hogy a harmónia is itt van. És ez tovább is fog fejlődni. Én azt látom itt tényleg, hogy itt a gazdagság, és azt látom tényleg, hogy ezt a negativitást kell, hogy elengedjétek, és itt véget ér egy ciklus, és itt vannak tényleg az üzenetek, és azt látom tényleg, hogy erőt vesz ez az ember magán, de te is erőt veszel, biztos vagyok benne, ez le van már itten szögezve. Az intuíciódat kövesse, nyilvánosan átlépitek ezt az egész nehézséget, is leáll ez az egész színházi játék itt a végre, és stabil lesz minden. Elég volt ebből a színház játékból, és itt vannak az angyalok, segítenek, és akkor nem küzd senki, hanem megvan. Le is út, fel is út. Merre? Szóval nektek kell, hogy döntsetek. Én úgy látom, hogyha hű, ő te hozzád. Ha ő te hozzád, hű, hűséges. Szóval mondjuk azt, hogyha ő hűséges, te hozzád, és ezt így látod, hogy igen, ő hűséges, te hozzád, akkor ez nagyon nagy pozitív dolog, úgy gondolom. És akkor hát ez kell, hogy tényleg, hogy elérjétek. Mondtam azt, hogy ma portálnap van, most pont ettől a portálnap, ez egy nyereményjáték, mert most péntek van, osszátok meg ezt a videót, kommenteljétek, mint hashtag lélektárs, hashtag ikerlánk, osszátok meg, és akkor iratkozzatok fel a csatornára, és akkor kisorsolom, részt vehetsz a nyereményjátékon, és az a cél, hogy megnyerd a 15 perces, szerintem a 15 perces tanácsadás telefonon, és hogyha te azt megnyered, akkor ez szuper, minden be fog jönni, én úgy gondolom, és hát igen, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó irányba fog szerintem alakulni, és hát várok rátok, és osszátok nagyon szívesen meg. Ez a lényeg, úgy van? És amikor ezt megosztottátok, úgy gondolom, akkor fognak a dolgok szerintem szintén alakulni. Mert
akkor jobban bele tudok én is nézni nektek, megtudod, hogy most mi is, van ennek értelme, vagy nincs, és akkor ez, hogyha hitted volna, vagy nem hitted volna, ez az ember hűte hozzád, és akkor a második lépés pedig az fog lenni, hogy hogy tud elérni a célodat. Amikor ő hűte hozzád, és vannak érzései, akkor az a lényeg, hogy jó van, ha valami gát is van, az fel lehet oldani, és az egyéni fejlődéseddel, lehet, hogy vagytok, sokan vagytok ti már külföldön itt, akik magyarok engem követnek, és ha úgy gondoljátok, hogy egyéni fejlődés, szóval én különféle technikákat használok ebben. Hogy segítek nektek, családállítás is beletartozik, hipnózis is, és nagyon sok technika, amit megtanultam, nagyon sokat. És egy egész, szóval kísérni fognak benneteket, hogy feloldjunk minden blokkot, hogy téged erősítsünk, hogy ez jó irányba haladjon, hogy ez a lélektársból is te belőled legyen egy kapcsolat, és akkor eléred tényleg a célodat. Megbeszéljük, mi a célod, leírod, mi a célod, és akkor kezdhessük ezt az egyéni fejlődés coachinggal. Nagyon szívesen, magyarul is készítem, szóval tudjátok, nem? Hát én most már tényleg nagyon örülök. Igen, hogyha itt lesznek változások, igen, de mondom, hogy oszd meg a videót, hogy ez több embert is elérjen, mert nagyon sokan beragadnak ebbe a kapcsolatokba, és eljött tényleg az az idő, hogy most már szükségünk van a lélektársi kellen kapcsolatokra, hogy emelkedjen a tudatszintünk, a rezgésünk itt a Földön, és az a lényeg, szóval, na mit mondjak, mit mondjak? Hát azt mondom nektek, jó? Nagyon jó! Nagyon jó! Hát én azt látom, ez a cicóka, ami kijött itt aló, hogy ez a macska-egér játék le kell, hogy álljon. Mert ez nem megy tovább, ez a macska-egér játék, ez nem lesz jó itt ebben a kapcsolatban. A gondolatban azt látom, hogy egy új kezdet, romantikus új kezdet, szóval be kell itten, hogy be kell itten valami, hogy jöjjön. Szóval erre gondolat, te szívherceged, szeretne egy romantikus új kezdetet, nála van a kulcs, és szeretné tényleg, hogy megtalálja a nyitját ennek az egésznek, hogy sikeres legyen. A szívébe ő szeret, de érzi itten, hogy az aratást, és azt is szerintem a bölcsességet, és hogy egy szakasz végre fog érni, és a szívébe itt vannak az üzenetek. És én azt látom, hogy valami mozdulás is van a szívébe, szóval, hogy néha szomorú, néha feljön ez a negatív gondolat, vagy negatív érzés benne, de valójában szeretni szeret, szóval ezen nem kell, hogy kiakadjatok sehogy se. És hogy fog alakulni, én úgy gondolom, hogy erőt veszünk magán nyilvánosan, és felismeri a bizonytalanságokat, és aztat is, hogy a veszteséget is, és aztat is, hogy van valami veszedelem itt közöttetek, és hogy el kell érni valamit, el tudtok valamit élni, de valaminek végére kell, hogy jöjjön ebbe, biztos vagyok, és végére is fog ez jönni. Na, húzzuk még egy szívkártyát. Hát az jött ki, hogy ő titokba téged, de nagyon oda van, érted? Csak azt mondja a kártya, hogy maradj hű önmagadhoz, ez nagyon fontos, hogy maradj hű önmagadhoz, ez nagyon fontos. Ezt engedd meg, hogy hű legyél önmagadhoz, mert ezt tényleg nem hitted volna, tényleg, de ő is hű te hozzád. Hát remélem ez tetszett, ha tetszett, akkor lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Majd kisorslom a nyereményjátékosat, köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!